Közel 20 fő részvételével jött létre Szekszárdon a Gazdasszonyok Tolnavár megyei gazdaköre. A tagjelöltek egyhangú szavazással választották meg az egyesület elnökének Kővári Ildikót. Elég nagy szabadkezet is kapunk itt a megyében, hogy a tagság és a kívülről jövő kezdeményezéseknek teret adjunk, tehát tulajdonképpen mi magunk alakítjuk ki a törvényi keretek között, az egyesület keretei között a működésünknek a részleteit, és szeretnénk, hogyha ezt mi tudnánk tartalommal megtölteni. A rendezvényen részt vett Nagyné Legény Ildikó, a Magosz Gazdasszony tagozatának elnöke is, aki a nők gazdaságban és vidéki életformában betöltött kiemelkedő szerepét és annak fontosságát hangsúlyozta. Alapvetően a női, azokat a női tagokat várjuk, akik egy kicsit közel érzik magukhoz, vagy a mezőgazdaságot, vagy ami a másik fő célunk, a hagyományőrzés, az értékek megteremtése, az egészséges élelmiszerrel való valamiféle kötődés. Úgyhogy alapvetően ezért vagyunk itt, és talán a legfontosabb az itt lévők számára az az érdekképviselet és információ átadás, amit a Magosz berkeiben ezt magunkénak tudhatunk, és ami egyébként rendkívül jól működik országos szinten már. Most egy picit ebbe próbáljuk becsempészni a gazdaasszonyainkat. Az alakuló ülésen a tagok kifejtették a jövőbeli elképzeléseiket, miszerint aktívan szerepet vállalnának a térség gazdálkodóinak tájékoztatásában, a felmerülő problémák közvetítésében és megoldásában. A hagyományőrzésben emellett olyan a mindennapokat érintő tevékenységekben, amely szerintük népszerűsíti és megkönnyíti a vidéki életformát, és erősíti a nők szerepvállalását az agráriumban is.